Folyószámla hitelkeret előkészítéséről is döntött a testület. Három fát vágtak ki ma reggel a Basmi úton. Rendhagyó kiállítás nyílt a Rudas iskolában. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a D+ televízió híradóját látják. 2 milliárd forintos folyószámla hitelkeret előkészítéséről döntött a közgyűlési többség a csütörtöki rendkívüli ülésen. Napirenden volt még több közbeszerzési eljárás eredményhirdetése is. Rendkívüli közgyűlést tartott a képviselőtestület csütörtökön, amelyen összesen 10 napirendi pontot tárgyaltak meg. Több közbeszerzési eljárásban kellett döntést hozni. Míg az előző ciklusban indítottak eljárást a köztemető üzemeltetésére vonatkozóan, erre egy ajánlat érkezett a Dunai Városi Kegyelet Kft-től. A cég 5 éves időtartamra vonatkozóan 369 millió forintban jelölte meg az üzemeltetés költségét, a rendelkezésre álló önkormányzati anyagi keret 200 millió forint, ezért a közgyűlési többség eredménytelennek nyilvánította a pályázatot. A város területére vonatkozó rákcsálók és fürkészdarázs elleni védekezési munkák elvégzésére két cégtől érkezett ajánlat. Az egyik aránytalanul alacsony összeget jelölt meg, kérése pedig nem indokolta ezt a mértéket. A másik ajánlattevő a Roxin Group, amely a kerettől magasabb összeget jelölt meg, és így ennél a napirendnél is eredménytelennek nyilvánították a közbeszerzést. A közvilágítási berendezések villamos energiaellátására kiírt pályázatra 4 ajánlat érkezett. Ezek közül a legkedvezőbbet az E.ON adta, viszont a közgyűlés kiegészíti ezt a fedezett vállalást. A parkok, erdős fás területek, övárkok és buszmegállók szemétszedését, takarítását továbbra is a Dunai Városi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. Végezheti. Az Interambulens Egészségügyi és Szolgáltató Zrt-t bízták meg a házi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátásával. A Városháza B szárnyában lévő kávézót jelenleg a DVG üzemelteti, a szerződés év végén lejár. A mostani ülésen úgy határoztak, hogy pályázatot írnak ki az üzemeltetési feladatokra. Döntöttek új felügyelőbizottsági tagokról is, többek között a Dunanet, a Turinform, az Energo Hőten beruházó és működtető Kft. És az Innopark Nonprofit Kft. Tekintetében is. Ismét a közgyűlés elé került a január és szeptember közötti időszak pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztató, ezúttal mindegyik képviselő elfogadta. A képviselők az előző közgyűlésen zárt ülés keretében döntöttek arról, hogy az OTP banknál folyószámlahitelt vesznek igénybe. Most a közgyűlés elé került a 2 milliárd forintos keretről szóló szerződés előkészítés. Szepesi Attila fideszes képviselő az ellen szólalt fel, hogy a részletek a hitel kondíciót nem ismeri a testület, amely egyébként teljes joggal felel érte. Most egy biankóval hatalmazzuk meg a polgármester urat, hogy aláírja a hitelszerződést, amit nem látott a közgyűlés. Biztos, hogy megfogja a polgármester úr nézni szakértőivel, de azért itt, akik megszavazzák majd a hitelt, ők felelnek anyagilag, illetve erkölcsileg ezért a hitelért. Tudom, hogy nem fogják elfogadni a javaslatomat, amit most mondok, mert én azt kérném, hogy ha megvan a hitelszerződés tervezet, újból kerüljön vissza közgyűlés elé, hogy mindenki a tervezetet lássa, hogy milyen kondíciókkal, mibe kerül ez a városnak ez a hitelfelvétel, és újból jöjjön vissza közgyűlés elé. Ha úgy gondolja, hogy nem szavazzák meg, felesleges is feltenni ezt szavazásra, mert úgyis elutasítják a kérésemet. Pintér Tamás polgármester azt mondta, a hivatal törvényi határidőn belül választ küld majd Szepesi Attilának a felvetésekre. De egy dolog nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy polgármester urat most akármire is hatalmazzuk föl, a következőre, amint ebben döntés előrehaladás van, az akárcsak a két ülés közötti időszak tájékoztatójának a mellékleteként úgy is szerepelni fog, önök úgy is látni fogják. Pintér Tamás azt mondta, ezzel a hitelszerződés végleges aláírására még nem fog sor kerülni. Akkor a hármas pont. Ez azt jelenti, hogy decemberben lesz annyi pénzünk, hogy durván kifizetünk egyszerre 2 milliárd forintot, gondolom számoltak a bázis számok alapján. Mert amit ide írtak, hogy mennyi a gépjármű, mennyit engedünk el a gépjárműadóból, ez a startprogram körülbelül évi 45-50 millió forint durván, illetve a feltöltés, az mondjuk egy kényes dolog, mert tavaly volt csúcs, tavaly volt 1,2 milliárd forint a társasági adónak a 90%-os feltöltése, és én úgy érzem, akkor valaki nem mond igazat, mert ha jövőre a Dunafer is fel tudja tölteni ugyanazt, amit a tavalyi bázis számok alapján, meg a hangok is, akkor minek veszünk fel hitelt? Hiszen akkor önök ezek szerint december hónapban körülbelül lesz 2 milliárd forintjuk, amit vissza tudnak fizetni. Ami idén is meg lesz, ugye, mert december 20-a majd most jön. Tehát azért mondom, nagyon veszélyes vizeken járunk, én megértem, hogy ezt miért kell,
De én ezt biztos, hogy mi nem fogjuk elfogadni, mert a városnak ez nem jó. Válaszként Szabó Zsolt azt mondta, a keretszerződéssel az a céljuk, hogy lehetséges legyen időben áthidalni a problémákat. Az ülésen az is kiderült, mint azt Pintér Tamás mondta, még nincs valós hitelről szó, ugyanis a kormány még nem hagyta jóvá. Végül a többség elfogadta ezt a napirendet. A rendkívüli közgyűlést a mostani híradónk után teljes egészében megtekinthetik. Ki fogják vágni a platánfákat a Vasmi úton, mivel szakértői vélemény ezt indokolja. Erről tartottak sajtótájékoztatót a héten. A DVG ZRT erdészeti és parkfenntartási ágazatának munkatársai ma reggel 3 olyan fát vágtak ki, amelyek már rendkívül balesetveszélyesek voltak. A Vasmi útnak az építőkutya felőli végén egyet, és a 23-as számú háztömbnél 2-t. Mielőtt elkezdtek volna motoros fűrésszel vágni egy-egy fát, rendőri segítséggel megállították az autós forgalmat, továbbá a járókelőket is biztonságos távolban tartották addig, míg ki nem dőlt a fa. Ezután a szakemberek azonnal nekiálltak a fa feldarabolásának, aprításának, hogy mielőbb haladhasson tovább a forgalom. Volt olyan autó, amely az előzetes tiltás ellenére a kivágandó fa előtt parkolt, ezt a járművet arrébb vontatták. Kívülről nem, de belülről látszik, hogy a fa törzse, gyökere korhadásnak indult. A szakértők véleménye szerint és az önkormányzati tájékoztató alapján ennek oka, hogy az alatta húzódó közművek a fák elsődleges gyökreit rongálták, a később odaépített kőágyás mellvét pedig a másodlagos gyökereket. Sajnos azonban az utólagos feltöltést nem viselték jól a fák, emiatt indult a korhadás folyamata. Egyelőre most ezt a 3 fát vágták ki, de sor kerül a többire is. Ez nagy munka folyamatot igényel, erre a feladatra árajánlatokat kérnek majd be különböző cégektől. A tervek szerint olyan fákat fognak a platánok helyére ültetni, amelyek jól bírják az itteni klímát, és nem gátolja, nem okoz évtizedek múltán sem problémát az alatta húzódó közmű sem. Az M6-os autópályán Besnyő térségében igazoltattak a rendőrök egy autót, amelyben 8 olyan szír állampolgár utazott, akik nem tudták hitelt érdemlően igazolni magukat. Többek között ezen eset részleteiről is beszámolt televíziónknak Csepeli Balázs, a megyei rendőrség kommunikációs referense. A dunai városi járőrök vonták intézkedés alá még a hétvégén azt a 61 éves baracsi férfit, aki a vezetés előtt alkoholt ivott. A rendőrök azt is megállapították, hogy a férfit a dunai városi járásbíróság a vezetéstől eltiltotta. A férfit elfogták és előállították a rendőrségre, ahol a rendőrök szabálysértési őrizetbe vették és a fogdába szállították. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság munkatársai az M6-os autópályán Besnyő térségében ellenőriztek egy szerb Opelt december 4-én reggel. A gépjármű 24 éves sofőrje, valamint 8 utasa Budapest felé tartottak, amikor a rendőrök megállították őket. A gépjárműben utasként helyet foglaló 8 férfi szír állampolgárnak vallotta magát, de sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni. A gyanú szerint a gépkocsit vezető szerb állampolgárságú férfi segítette a külföldieket abban, hogy miután jogellenesen átlépték Magyarország államhatárát, eljussanak Nyugat-Európába. A 8 határsértőt és segítőjüket a rendőrök a dunaújvárosi rendőrkapitányságra előállították, ahol a járművezető ellen embercsempészés büntet elkövetése miatt indult büntetőeljárás, míg a gépkocsi további 8 utas esetében a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően intézkedtek az ideiglenes biztonsági határzárhoz való visszakísérésükről. Egy rendhagyó kiállítás nyílt a Rudas középiskolában. Egykori diákjuk Horváth Niki emlékére hozták létre a Sport és Fotó elnevezésű tárlatot, amelyen 3 ifjú alkotó műveit lehet megtekinteni. A Rudas közgazdasági szakgimnázium diákjai sok területen bizonyították már tudásukat és mutatták meg tehetségüket. Most is erre láthatunk példát, ugyanis egy tárlatot nyitottak meg az intézmény aulájában. Ez egy rendhagyó kiállítás, amely attól különleges, hogy a tragikusan fiatalon elhunyt egykori diákjuknak, a Dunai Városi Kohász Kézilabda Akadémia játékosának, Horváth Nikolettának állítottak ezzel emléket. Nem véletlen, hogy a rudasos diákok mellett Niki öccse is a kiállítók között van. Ez egy nagyon összetett történet ez a mai. Hát egyrészt 3 éve hunyt el az a fiatal, igen tehetséges kézilabda játékosunk és tanulónk, Horváth Niki, akire gondolom sokan emlékeznek az ő drámai küzdelmére, az egészségért. És hát itt maradt a család, itt maradt az öccse, Bence, aki egy kis tehetséges fiatalember, fotózással is foglalkozik, és úgy gondoltuk, hogy azzal is segítjük talán ennek az emléknek a továbbélését, és egy kicsit újragondolását, hogy egy fotókiállítással emlékezünk, és ha már
ez így kipattant, mint ötlet, akkor két diákunknak is a munkáit bekértük, hogy legyen egy kicsit kerekebb ez a tárlat, és egy picit villantsa föl a tényleg a sokszínűségét ennek az iskolának. A megnyitón Szemenyei István elmondta, feladatuknak érzik, hogy megőrizzék Niki emlékét. Éppen ezért választották a kiállítás tárgyának a fényképeket, hiszen ezek megragadott pillanatok, amelyek emlékeztetnek minket történetekre, felidéznek emlékeket. A tárlat a Sport és Fotó címet kapta, jelezve azt, hogy Niki, aki egyébként kereskedelmi ágazaton tanult a Rudasban, mellette kézilabdázott is a kohászban. Nikinél 2014-ben fedeztek fel súlyos betegséget, gerincvelő megnagyobbodást, ami miatt deréktól lefele megbénult. Műtötték, sugárkezelést is kapott, de szervezeten nem bírta tovább a küzdelmet, és 2016-ban elhunyt. Mindössze 18 éves volt. Vidámságára, kedvességére, a mindig mosolygós természetére emlékezik az iskola. Ezzel a kiállítással pedig hagyományt szeretnének teremteni. A tárlat megnyitóján jelen volt Niki családja, köztük öccse, Horváth Bence is. Bár nem itt tanul, de a Rudas iskola felkérte az informatikus programozó diákot, hogy legyen ő is a kiállítók között, mutassa be fotóit. Ez egy elég nagy elismerés nekem, és hát így talán beindul egy karrier, amit megadják a kezdő lökést, és hát nagyon figyeltem arra, hogy a képek jók legyenek, ezért nem is olyan sok, de szerintem minőségi képek készültek, és nagyon hálás vagyok, hogy ez létrejöhetett, ez a lehetőség. Nem egybevágó terület az informatika és a fotózás, éppen ezért kikapcsolódásként, szenvedélyként van jelen Bence életében a fényképek készítése. Hát a fotózással így hobbi szinten foglalkoztam eddig a pontig, ilyen körülbelül 2 éve. Utána volt egy ilyen kis váltás, amikor már így rákapcsoltam, tehát voltam képzésen, ilyen kisebb alakfokú képzésen, és utána kezdődött el ez a fajta fotózás, hogy kicsit azért jobban tegyük oda magunkat. Bence most bemutatott képeinek többsége Gyulán és környékén készült. A fiatalember elsősorban a természetfotózást szereti. Mint ahogy ez a képeken is látszik, leginkább a naplemente fog meg engem, és inkább a természet, természeti képek, vagy az ilyen kis különleges, például fényfestéses képek, vagy hosszú expozíciós képek, de abból is ugye a csillag van itt. Tehát a természetnél megmaradunk, az egy ilyen alapkő. És még néha szoktam portrét fotózni így barátoknak, ismerősöknek. Bence mellett 2 rudasos diáklány munkáit is meg lehet tekinteni az aulában. Nemrég kezdtem el igazából komolyabban fotózni, pár éve vettem magamnak egy komolyabb gépet, és elkezdtem magamtól tanulni, mert kiskorom óta érdekelt, és hát leginkább rajzoltam kiskorom óta, és a grafikával is szeretnék foglalkozni, és emiatt így gondoltam, a rajz is egy olyasmi, amiben ki tudom fejezni magamat. Még bontogatja szárnyait, keresi a testhez álló témákat, éppen ezért a mostani kiállításra is többféle képet hozott. Egyébként leginkább portrékat szeretek fotózni, mert az embereket nagyon különlegesnek találom, és szeretem megmutatni, hogy mindenki másmilyen. De igen, nem nagyon tudok még választani, hogy mi az, ami legeslegjobban érdekel, és ki tudok teljesedni benne. Noémit érdekli és élvezi is a fotózást, így reméli, a jövőben is az élete része lesz. Ő most egyébként közgazdaságtan tanul. Sportedzőnek készül Horváth Kitti, emellett talált rá új szenvedélyére a fotózásra. 3 éve kezdtem el itt a Rudas iskolába, így a stúdió által a Balú segítségével, illetve akkor még a Turcsány Fruzsi is itt volt, és ők segítettek nekem abba, hogy ezt így elkezdhessem. Utána kezdtem az akadémián fényképezni, és így a sport világa fogott meg leginkább. Kit is változatos képeket hozott, többek között sport és koncert témájú alkotásokat. Szeretem a portrét is, viszont annyira abban nem érzem úgy még jól magam. A koncertfotózást is nagyon szeretem, illetve a tájfényképezésből is egy-kettő képet szeretek csinálni. Mint mondta, lehet, hogy később jobban, komolyabban fog foglalkozni a fotózással, ám most a tanulás az első. A kiállítás megnyitóján jelen volt Pocsainé Varga Veronika, a Dunajvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója is, aki támogatásáról biztosította a Rudas középiskolát, hogy jövőre ismét megrendezhessék a tárlatot. Kérem, most tekintsék meg kiemelt híreinket még egyszer, röviden. Folyószámla hitelkeret előkészítéséről is döntött a testület. 3 fát vágtak ki ma reggel a Vasmű úton. Rendhagyó kiállítás nyílt a Rudas iskolában. Ennyi fért mai híradónkba. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, adásainkat bármikor visszanézhetik a www.dplusztv.hu weboldalon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!
készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.